A Magyarországi Tájházak Szövetsége április 27-én első alkalommal hívta életre a Tájházak Napját. Az országos rendezvénybe Hajdúszoboszló is bekapcsolódott. A Vasvári Pál utcán lévő gazdaház egész nap fogadta a látogatókat, akik az egykori falusi, tanyasi életmódot felidéző tevékenységekbe nyertek bepillantást. Az, amelyiket kicsi felületen volt, sok tejszín, hát jó magas volt rajta a tejszín. A gazdaház használati tárgyait is bemutatta Vaskóné Borika a Tájházak Napján. A helyiek által ceglédi házként ismert épületben az egykori falusi életmódot idézik fel a berendezési és a különféle használati tárgyak. A szobakonyhát bemutató gazdaház ma múzeumként működik, melynek állandó kiállítása a Köpöly Nadály Frászkarika címet kapta. A frászkarika az egy létező dolog volt, ezt nem csak úgy mondjuk, hogy, hanem meg is volt, és gyógyításra használták. A régi paraszti életet felidéző konyhában természetesen kemence is található, melyet a mai napig használnak a házgazdái. A rozslisztből készült lenmaggal ízesített, friss, ropogós kenyeret is ebben a kemencében sütötték. Ki kéri a pilisit? A hagyományos recept alapján kovásszal készült kenyeret írósvajjal kínálták a vendégeknek. Kapós volt a különlegesség, melyet mindenki megkóstolt, csak úgy, mint a lassan kuriózumnak számító, de egykor oly népszerű dödöllét. A laktató tájjellegű étel elkészítése nagyon egyszerű, árulta el a receptet Vaskóné Borika. Nem hagyományos hajdúsági étel, tulajdonképpen a legegyszerűbb hozzávalókból készült. Krumpli, liszt és víz van benne, illetve a legfontosabb talán a kis pirított hagyma, ami közte és rajta is van, sütőben megsül. A Tájházak Napján a teknőben mosást is ki lehetett próbálni. A 7 éves Fehérdi Zalán élt a lehetőséggel, és kézbe vette a mosnivalót. Kiveregett. Hásd be a vízbe, mert ugye jó az, ha vizes is. Azaz. A kisfiú más tevékenységekbe is bekapcsolódott. Mit készítettél? Csutkababát. Hogyan készítetted a csutkababát? Kukoricacsuhéjból. Kisfiút, kislányt kinek készítetted? Kislányt készítettem a kishúgomnak. Zalán barátját, Gazdag Dénest inkább a finomságok nyűgözték le. Persze ő is készített csuhébabát. Ettem dödöit, meg grillást, meg csináltam csuhébabát, meg kaptam dinoszauruszt. Nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is kipróbálhatták a csuhébaba készítését. Birinyi Ágnes először hajtogatott kukoricacsuhét. A fiatal nő családjával érkezett a tájházi rendezvényre. Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, tudtuk, hogy ez egy országos rendezvény, és amúgy debreceniek vagyunk, és itt Hajdúszoboszlón hallottuk, hogy lesz ennek a rendezvénynek egy része, és úgy gondoltuk, hogy a családdal így ezen a szép napsütéses napon ki tudunk jönni, és ahogy beléptünk, láttuk, hogy szappankészítés, dödölekészítés, grillázs, csuhébaba, és hát maga a tájház, amit meg tudtunk nézni, az is nagyon nagy élmény egy kisgyermeknek, hogy betekinthet a régi életbe, az, hogy hogyan is viselkedtek, hogyan éltek a régi emberek, és mi a csuhébaba készítésbe kapcsolódtunk be. Nekem is nagyon nagy élmény volt, hiszen még nem készítettem babát, ugye a mai világban bemegyünk a boltba, megvesszük a babát, de hát itt nagyon jó volt a kukorica csuhéba készíteni ezeket a játékokat a gyerekeknek. A tájházi nap egyik fő látványossága a szappanfőzés volt. Egész nap lassú tűzön üstben főzték a szappannak valót. Folyamatos kavargatás mellett délutánra csapódott ki a szappan. A főzés elkészültével a folyékony masszát ruhával letakart farekeszbe öntötték, hogy kiszáradjon. Kihűlés után kockára darabolták, majd újra száradni hagyták a szappant, mely kizárólag természetes alapanyagot tartalmaz, mondta Vaskóné Borika. Mi most olyat próbáltunk bemutatni, amit egyébként is szoktunk a tájházban csinálni, tehát mi az egyszerű háztartási munkákat mutatjuk meg, végezzük, lehetőleg együtt azokkal a látogatókkal, akik ide jönnek hozzánk. Délelőtt szappant főzünk, illetve már mondhatom lassan, hogy főztünk, délután pedig a gyógynövényekről beszélünk, és egész nap gondoltam, hogy kelnek a csirkék, akik úgy látszik délutánra időzítették a kelést.
A csirkék kelését a Baromfi udvar kopasznyakú lakói is nagyon várták már. Az udvar egyetlen kakasa hangot is adott várakozásának. De a tojásokból csak nem akartak előbújni a csibék, pedig a gyerekek nagyon drukkoltak az első kopasznyakúnak. A kis csibéket szeretném megnézni, hogy hogyan kelnek ki. És ma van a 21. nap, és mindig a 21. napon kelnek ki, és kopasznyakúak fognak kikelni, és már a 41-es tojás, az már egy kicsit mozgott. A hagyományok kis szeletét bemutató tájházak napján a ház előtti kiskertben a nagybecsben tartott, másutt gaznak nevezett gyógynövényekkel is megismerkedhettek a látogatók.